Nagy felháborodást váltott ki, hogy a 2021-es aranylabda szavazásakor ismét Lionel Messi lett aranylabdás, noha sokak szerint Lewandowski jobban megérdemelte volna. Sok kritika éri manapság a futball egyik legmeghatározóbb egyéni díját, tegyük hozzá jogosan. Ez alkalommal össze is gyűjtöttük, mi az 5 legnagyobb hibája szerintünk ennek a díjnak, és ezeknek a hibáknak köszönhetően csökken is egyben a presztízse az aranylabdának. 5. Bárki nyerhet akárhányszor. Persze nem rossz hallani egy játékosról, hogy 5-szörös aranylabdás, 6-szörös, 7-szörös aranylabdás, ám az érmének két oldala van. Sokszor, például az ide is hasonló eset, más játékosoktól veszik el a díj megnyerését, ami óriási viszályt is tud kihozni a futballrajongók körében. Kiváló játékos Cristiano Ronaldo és Lionel Messi, ám amióta a csúcson vannak, csak Luka Modricnak sikerült megnyerni az elismerést, és olyan játékosok nem büszkélkedhetnek aranylabdával, mint például Zlatan Ibrahimovic, Xavi, Andrés Iniesta, Andrea Pirlo, Sergio Aguero, Neymar, vagy például a legfrissebb vesztes Robert Lewandowski, de még tovább is lehet nyugodtan sorolni ezt a listát. Ezért lenne érdemesebb kicsit kidolgozni vagy átírni a szabályzatot, vagy esetleg egy limit létrehozása segíthetne ezen, hiszen biztosan volt a felsoroltak közül olyan játékos, aki jobban teljesített az akkori szezonban és nem kapott aranylabdát, mint idén Lionel Messi. 4. A 2020-ban elmaradt gála, teljesen érthetetlenül. A France Football 1956 óta mindig átadta a díjat, ám ez 2020-ban elmaradt. Modricon kívül pont 2020-ban volt óriási esély arra, hogy nem Ronaldo és Messi közül kerül ki a végső győztes. Robert Lewandowski élete szezonját vívta a Bayernnel, bajnokok ligáját és Bundesligát nyert az együttessel, egyértelmű volt, hogy a 2020-as aranylabda szavazás legnagyobb esélyes a lengyel csatár, ami végül elmaradt. A koronavírus járvány volt ennek az okozója természetesen, ám nem azért, mert a pandémia és a járvány terjedése miatt nem merték volna megtartani a gálát, hanem mert például a francia és a holland bajnokság nem ment végig. Na most, ha mindenki őszintén a szívére teszi a kezét, tudja, hogy valószínűsítetően nem a Ligue 1-ből vagy az Eredivisie-ből került volna ki 2020 aranylabdása, esetleg Mbappé lehetett volna versenyben, de ha a francia összeszed egy kisebb sérülést is, kihagyta volna azt a meccs mennyiséget, amit nem játszottak le Franciaországban, úgyhogy az indok teljesen érthetetlen volt, ráadásul igazságtalan azokkal a labdarúgókkal szemben, és itt nem csak mondjuk Lewandowskira gondolok, akik klasszis szinten végigtolták a pandémia sújtotta naptári évet. 3. Sokáig csak európaiak kapták. Az mind szép, jó és történelmi már, hogy 1956 óta átadják az elismerést, ám már így is lemaradt az aranylabdáról pár klasszis játékos, elég csak Puskás Ferencre gondolni, ami viszont nagy hiba volt, hogy 1995-ig csak európai játékosok vehettek részt mindezen, így ha megnézzük az aranylabda eddigi győzteseit, például sem Pelé, sem Diego Maradona nevével nem találkozunk. Az 5. pontban már említhettünk pár klasszisat, aki lemaradt erről a díjról, most ebben a rovatban újabbak csatlakozhattak, és itt vetődhet fel a kérdés, tényleg akkora jelentőség ennek a díjnak, ha ilyen játékosok nem kapták meg? Azóta azonban libériai és 4 brazil győztese is volt a France Football díjának, Lionel Messi első aranylabdája előtt. 2. Naptári évek. A futballt szezonban nézzük, nem naptári években. Talán ez az egyik legnagyobb hibája mai napig az aranylabdának. Míg valaki egy szezonon belül jól teljesít, de a másik a gyengén kezdi, már csökkennek az esélyei az aranylabda elhódítására. Elég furcsa úgy értékelni valakit, hogy megnézed a szezonja második felét, meg a következő szezonja első felét, és közte, ha csinált valamit a válogatottal egy nagy tornán, és az alapján értékeled. És első, nincs előre megírt leszögezett kritérium. A legnagyobb viták kiinduló pontja ez volt a Messi-Lewandowski harcban. Mindkét oldalon rengeteg érvet, ellenérvet fel lehet sorakoztatni, miért nyerte és miért nem nyerte az aranylabdát az adott játékos, mivel nincsenek írásba foglalt konkrét nézőpontok és újságírói szavazatok döntenek. Kell a jó teljesítmény a klubokban. Messi PSG-s karrierje eddig messze eltér a várakozásoktól, viszont a Barcában jól zárt és nyert a spanyol kupát. Eleve ott kezdődnek a problémák, hogy egy egyéni díjat ennyire befolyásol a csapat teljesítménye. Lewandowski eközben túlszárnyalta Messit a góllövésben, és meg is nyerte a Bundesligát, valamint a német szuperkupát is. Igen ám, de fontos a válogatottban elért teljesítmény is. Messék megnyerték idén saját kontinens viadalukat, míg Lewandowskék tovább sem jutottak az EB csoportjukból. Az, hogy milyen az argentin válogatott és a lengyel válogatott játékos állománya, valamint az EB és a Copa America lebonyolítása, az már más kérdés. Messék ráadásul kijutottak a VB-re, Lewandowskék csak pótselejteznek, és akkor még meg sem említem Jorginhót, akinek az ősze pokol volt, sorsdöntő 11-eseket rontott, középpályásként nem kell gólzsáknak lennie, de azért került fel harmadiknak, mivel nyert egy EB-t és egy BL-t idén, ami szintén csapatmunka. Tény, hogy azért kellett hozzá Jorginho is persze.
Megnéztünk két íratlan szabályt, és mindkét oldal tele igazságtalansággal, káosszal, és azzal, hogy a klub teljesítményt nézzük, akkor Lewandowski, ha válogatott teljesítmény, Messi érdemelné meg jobban az aranylabdát, ez nem is kérdés. De akkor mi az, ami végül Messi javára billentette a mérleget? Az újságírók szavazata. És erről már sem Messi, sem Lewandowski nem tehet. Az egyik félnek kedvez, míg a másiknak nem. Ez az egyik, hanem a legnagyobb hibája az aranylabdának. Mi a véleményetek a témával, illetve Messi 7. aranylabdájával kapcsolatban? Írjátok meg kommentben. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!